Na szóval, emberek, ide figyeljetek már most. A... <laughs> Ez mi volt? A toronyú fogok nektek beszélni. <gül> <gül> Na, mi mert a toronyú fogok most már beszélni, de tényleg. <laughs> mondom szépen, hogy ne jezges, mondom, majd beszélek a toronylú. Szóval, emberek, tudjátok-e, merre van az a torony? Elmondom mondom nektek, torony iránt van. A torony az ott van, kazamatát menüpontba találod meg. Ehhez ki kell végezni Ó, 9. a 9. kazamatát. Hogyha a kilencedik kazamatát teljesen megcsinálod az összeset, tehát a legfőbb főjelenségeket is legyőzöd benne, akkor mehetsz már a 10. kazamatába, megnyílik a menüpont, érted -e? Szóval, azt akkor már ott akkor már torony is megnyílik, a toronyba is be lehet menni, csak még aztán van még egy-két főtétel is. A szóval a főtételek az a... Jú, de szeretem a főtételeket! A kedvenc főtételem az a marra pörköt. De nem erről van szó, hanem a toronyról, hogy mi a főtétele annak, hogy bemenj oda. No először is, nem lehet ám azt csak úgy, hogy így hik, muk, muk, fuk, bemész, meg kapsz egy nagy törte egy bő, akkor át, hogy elájulsz. Ah. Hiába vagy erős, ottan olyan erősek vannak, hogy nagyon legyőznek téged, hogyha nem vagy igazán felkészült. Neked kell őket pofozni, így -e. <sínt> neked kell őket össze-vissza főpofozni. Bim <sínt> bum hum bim bim peng peng pang bi di dur dam duva pik pak és kész. Ha egyedül mész be a toronyba, akkor egyből kivegsző, úgyhogy az már be sem mehetsz egyedül, érted de Köllenek neked egy-két társak is. Na szóval, ezek a társak nem is egyedül lesznek, hanem háromon egybű Na, no, az egyikük a Bertram a bárbár. Ő egy harcos ember. A másikuk, mondjuk az okos kuningunga egy elég jó kis elf de egyébként ő íjász, az lődözik is. Na a harmadikuk a mágikus Mark Vart. Ő pedig varázsolni tud, csip-csup, ha, brakadabra, zumbi-dumbi. Na szóval, Amint mondottam, ők a torony elérése után szegély megtetársad ők, és 150. szint után már te feladatot fejleszteni őket. Aranyi persze. Ezt a szintjük mellett plusz gyere kattintva tudod megtenni. Persze csak 150. szintű, ahogy mondtam. No de aztán, lehet nekik adni ám tárgyakat is, mindenféle fajtát. Tudnak sima tárgyakat is használni, meg epukus tárgyakkal is felruházhatod őket. Na no de nem úgy van állam, hogy akármilyen tárgyat csak odaadhatsz ám nekik, nem úgy ám. No, no, no mindegyik a kasztyáhu megfelelő fegyvereket tud fővenni, tehát az a lényeg, hogy olyat adjál neki, amilyet szeret. Idehú a Bertram, ő egy igazi vérbeli harcos. Nem használom varázsbotot? Ő csak üst vag, nem a Csak fegyvereket adjál neki. Hiába adsz neki. Mi jövő Miért nem fogadja el? Olyan a vérmérséklete, érted Minden így is segítődnek, a kasztyáhu megfelelő eszközöket adja. Ezek aztán a tiszta lelkű katonák? Nem isznak semmit se. Tehát bájtalakat se fogyasztanak, hiába próbálnád. No. no, egy miatt mikor nincs semmit költünk. Sose aggódja a kedves testvérem, hogy átveszik tőled a parancsnokságot. A segítő így szinte sosét meg a te szintedet, így mindig te fogsz maradni a főnök. Érted-e a csíziót? Szóval, akkor már nincs is mit mondanom, elmesítem neked a tolát. Lényegit, úgyhogy mennyi az pofosztó az összes ellenséget, az első csak Ez mi volt? Ma megint elkezded?